Pipitér elvész, de megkerül. Másnap reggelre még a dobozgém se vert ébresztőt, amikor Tamás már talpra ugrott, az álomméz ugyan össze-össze húzta még a pilláit, de hogy megbuktatta a fejét vagy háromszor a lábkútban, egyszerre neki frissült. Összecsókolta az édesen alvó Ádámkát, betakargatta a gyékény paplannal, mert hűvös hajnali szellőcske lengedezett, és nekiindult a világnak, amelyikben olyan régen nem járt, hanem azért mégis nehéz volt egy kicsit a szíve, és meg nem állhatta, hogy a küszöbről egy háládatos pillantást nevessen vissza a pipitér sásnyugvó helyére. Nini, a pipitér vacka üres. Pipitér nem hált idebent az éjszaka. Az jutott eszébe, hogy nyilván megharagította tegnap, és el is szégyelte magát egy kicsit. Mégsem megy el annélkül, hogy legalább a személyével búcsút ne venne a hű öreg cseléttől. Bizonyosan kint alszik valahol a vitézei között. Sorra járta a rongyosokat a sziget négy sarkán, a vitéz hadsereg olyan mélyen aludt, hogy el lehetett volna vinni szigetestül. Némelyik istenet a gyerek úgy horkolt, hogy hajlongott bele a nád. Pipitér azonban nem volt közte. Egyik felekezett meg se. Tamásnak elkezdett gyorsan dobogni a szívetem bánatán, bánatába világnak ment a jó öreg. Elkóvágott a szigeten az éjszakába, s ingó bűrűre lépett, amelyik leszakadt alatta. A gyerek elfeledkezett arról, hogy ő szökni akar, mindenki tudta nélkül, s tölcsét csinálva a két tenyeréből, elkezdett kiabálni. Pipitér, pipitér, nem haragszom már, öreg, pipitér! De az öreg pipitér bizonyosan haragudott, mert semmilyen hívása nem jött elő, ellenben a levegőben támadt olyan zsibongás, hogy csak úgy szédelgett bele a Tamás feje. A sziget szárnya zsellérei, őslakói voltak inkább, mind kirepültek a hajnalt köszönteni a maguk nyelvén, és magasztalni az urat, a magasságbelit, kinek kristály palotájában egymás után hunytak ki az ég aranylámpái a csillagok. Fölébredt Ádámka is, és nyugtalanul sietett ki Tamáshoz, aki még jobban megijesztette, elmondván neki, hogy Pipitér elveszett. A két gyerek most már együtt hujángatott, aminek aztán lett is eredménye, mert erre már a hadsereg is éledezni kezdett, nagy ásítózva jöttek elő a vitézek, de hogy megértették a dolog állapotát, egyszerre elfelejtették az álmosságot. Nagyon ragaszkodtak szegények öreg generálisukhoz, s kétségbe esve szélettek szét a keresésére. Külön-külön megnéztek volna minden nátszálat, nem bújt-e bele az öreg, ha Tamás ki nem adja nekik a parancsot. Nem él a semmi cimborák. Pintér nincs a szigeten, mert ha itt volna, azt a riadozás ki nem bírta volna szó nélkül, hanem fordítsuk meg a szigetet, s kerüljük meg ezt a nyírfás zátont. Hát ha a másik végében van a gazdánk, lehet, hogy valami őzike átcsalogatta az éjszaka, és elnyomta valahol a buzgóság. Rongyosok szétfutottak az őrállomásaikra, de egybe vissza is szaladtak rémült arccal. Nem lehet innen mozdulni sehova. Az éjszaka egytől egyig elvesztek az evezők. Most nincs mivel eltaszítani a szigetet az átonytól. Ez a hír valamennyire megnyugtatta Tamást. Az evező rudakat csak Pipitér rejtette el. És miért tette volna másét, ha nem azért, hogy azon a helyen várják vissza, ahol elhagyta őket? Mit csinálhatnának egyebet, mint hogy várakozzanak, ha nem akarnak is? A szigetről át lehetne menni az átonyra, s onnan talán kigázolhat a partra, aki amúgy is ismeri a lápot. Aki tudja, hova lehet lépni, hol kell úszni, hol kell gázolni. Aki tudja, melyik a csillagos hínár, amelyik az embert elbírja, melyik a suta hínár, amelyik csak a vizet ereszti. S ha rálépnek, meghimbálja az ember, de le nem szakad. Melyik a gyilkos hínár, amelyik a legharagosabb zöld, olyan sűrű, mintha összetartó, mármint szemre lenne. De a legkönnyebb láb alatt is megnyílik, igenis feneketlen örvényt budjant föl maga alatt. Tamás ugyan neki mert volna vágni akármilyen útnak, de hogy hagyja itt magára ezt a sok gyámoltalan gyereket, aki már is olyan, mint a megriadt nyáj. Itt maradunk, pajtások. Ahol vagyunk, igen. Visszavárjuk Pipitért. Addig szabad a vásár. Dolog semmi, mindenki úgy mulat, ahogy legjobban esik neki. Nem is kellett ezt a parancsot kétszer kiadni. Még olyan jókedvű nép soha nem taposta az Isten szigetét, mint most. Játékba, hancúrozásba telt el az egész napjuk. Estér aztán el is törődtek, úgyhogy mire a nap lement, aludtak, mint az édes tej.
Csak Tamás virrasztott fél-fél éjszakákon át, fölneszelve minden rezzenésre, jön-e már vissza Pipitér. Az pedig csak nem jött, hiába teltek a napok, hetek. Helyette beköszöntött a láp legnagyobb ellensége, a nyár. Kéve számra szórta tüzes nyilait a vizek világára, s felszivogatta a láp langyos vérét. A karcsú nádok, ruganyos dereka meghajlott, koronás fejük ingva, lengve kereste a frissítő harmadot. Fonnyadó füvek párázata reszketett a légben, stikkatan röpködtek benne a szivárvány csillogású szitakötők is. Halálos nagy lomhasság borult a vizekre, fönt nem fodrozott a felhő, lent nem bodrozott a hullám. Annál kedvesebbek voltak az esték, s Tamás alig várta, hogy a nap tüzes fáklyája kialudjon a messze vizeken. Ilyenkor ő tüzet rakott a gunyó előtt a tisztáson, hogy elfüstölje a szúnyog felhőket, s mellé heveredve hallgatta a leveli béka kunkogását. Ez is azt jelenti, hogy nem lesz mostanában eső, pedig a láp ugyancsak szomjúhozik utána, mintha az ő mély sóhajtása volna esténként a szellő libbenés, amely átsúvan az Isten szigetén, s hűsítő nyugodalmat hoz a rajta lakóknak. Egy este mást is hozott, kesernyi és folytó füstszagot. Tamás körülnézett, s megakadt a szeme a keleti ég alján. Izzott az, mint a parázs. Mintha már visszatért volna a nap, amely épp az imént áldozott le nyugaton. S a piros zsarátnok aztán elkezdett fehér és sárga lángokat hányni, fekete fellegeket ereszteni. Valahol a messzeségben égett a láp. Ki tudná azt megmondani, hogy mitől gyullad meg a vízi világnak egy-egy tartománya? Szikra pattan valahonnét a száraz zombékba? Bújdosó nádi emberek gondatlansága vagy oktalansága csinálja a tüzet? A maguk belső melege lobbantja lángra az összefüllett fűrétegeket? Mindegy, az akárki keleszti, bizonyos, hogy valami rémületesen szép látvány a lábégés. Tamás óra számra el tudta nézni a legyező gyanánt hajlongó lángnyelveket, és el tudta hallgatni a bent szorult lápivadak halállármáját, a róka üvöltését, a farkas nyívását, a borz röfögését, a hiúz kőkük makogását. Egyszer aztán az ég megirigyelte ezt az ijesztő tűzi játékot a földtől. Gyújtott ő másikat, fölségesebbet, méltóságosabbat. A sötétkék augusztusi égen szikrák lobbantak ki, hosszú fényes csóvákat hagyva maguk után, mint láthatatlan újabb titkos betűi. Hangtalanul, nesz nélkül suhantak az egek tündöklő vándorai, néha sűrű, mint a pelyhek, a nagyobbak egyesével, néha tarka, szikrazáporrá hullottak szét, s tűzpillangók gyaránt lebegtek le, hogy egyesüljenek földi testvéreikkel, melyeket az égő láb köszöntőképpen küldött eléjük. Tamás, ahogy ott hevert a hambadó tűz mellett, ölében a mély, alvó Ádámka fejével, eltűnődött az egyre sűrűbben hulló égi tüzeken. Mik lehetnek ugyan? Tűzrózsák letépett szirmai, amiket játékos angyalkezek szórnak szét a hallgat a égi mezőkön. Addig-addig tűnődött a gyerek, még utoljára az ő feje is lecsukott a tűzbe. Elaludt álmában egyszerre rájött, hogy mik azok a hulló csillagok. Nagy tüzes kardok, amiket az Úristen hatalma bizonságaképpen villogtat a gyarlóföld felett. Ha nekem ilyen kardom volna, gondolta magában, de kiszabadítanám ezzel az édesapánkat. Már épp azon törte az eszét, hogy hol vehetne ő olyan lajtóriát, amin fölmehetne az égbe ilyen tüzes kardért, amikor egyszerre csak megrázta a vállát valami nehéz kéz. Hey, szolgám, szolgám, nem félted a fejedet, hogy ráesik valami bolond csillag, és kipróbálja, hogy benőtte már a fejed lágya. Hey, ugorod föl, Szitári Tamás, és elfelejtett tüzes kardot, hulló csillagot, mindent. Pipitér, kedves Pipitér, hogy jöttél vissza, kedves Pipitér, borult a nyakába az öregnek. Mind a vízig szárazon, szolgám, mondta az öreg, és maga is letelepedett a tűz mellé. Már akkor Ádámka is fölébredt, és úgy leste a két gyerek a szót az öreg szájáról, hogy a pillájuk se rebbent. Az öreg pedig sorra rendre előszedte, ami a tarisznyájába volt. Nagy darab földet bekóborolt odajártában, megfordult Kolozsváron. Megtudta, hogy Szitári Kristóf még most is rabul sínylődik,
Elő se hozták abból a tömözből, amelybe akkor dugták, amikor Hajdár basától elhozták. Meg se kérdezték tőle, vétkese vagy ártatlan. Úgy lehet, meg is feledkeztek már róla. Sokkal nagyobb dolgon töri a most a fejét, a fejedelem őnagysága. Azt szeretnék kitalálni, hogy miért csavarodik a karó körül a paszúj balra, a komról jobbra. Semmivel se törődik azóta, hogy ennek a tudománynak nekiadta magát. Még a kis herceget, a kis Mihály herceget is elküldte a háztól, hogy ne lábatlankodjék otthon. Elküldte Kővára, hadd tanuljon bele a hadimesterségekbe az Ebecki uram keze alatt. Tud is már a kis herceg úgy bánni a puskával, hogy az apja se különben. Mit? Te láttad a herceget, jó Pipitér? Beszéltem is vele. Jaj, Pipitér, de jó volt te neked. Aztán mit üzent legalább a herceg? Nem üzent a semmit, lelkem, semmit. A két gyerek kicsit elszomorodott, de Tamás rögtön felütötte a fejét. Ki kacagott ott a nádban? Cseng a fület, szolgán. Hol hallottam én? Meg is nézem, ki az, ugrott föl Tamás. Hát majd inkább én, mondta Pipitér. Lehet az is, hogy a kacagó sirály álmodik ott valami szépet. Azzal az öreg fölkelt, oda ment a nád szélibe, beletapsolt egyik tenyerével a másikba. Csörgött, ropogott a nád, s kilépett belőle a két szitári elé Apafi Mihály, a kis herceg. Már lett is olyan ölelkezés, hogy még a csillagok is megálltak rá. Ahelyett, hogy elszaladoztak volna, s nézték, hogy örül egymásnak a három gyerek. Elcsendesedett a csacska nádlevelek zizegése is. Azt hallgatták, hogyan került Mihály herceg az Isten szigetére. Egyszerű sora volt annak nagyon. Pipitér meglátta a kis herceget a kővári várkapujába, és elmesélte neki, hogy milyen nagy urak lettek az ő pajtásai. Azok nem is hercegek, hanem fejedelmek. Az Isten szigete az országok, ahol nem parancsol se török császár, se német császár, pedig hadseregük is van nekik, külön, mint a fejedelemnek. A fejedelem csapatai közül egyiknek piros a dolmány, a másiknak sárga, a másiknak zöld. A szitári vitézek mindegy forma gúnyába járnak, rongyosan. Nosza, Mihály hercegnek egyéb se kellett. Egyszer azt kérdezte Pipitértől, befogadná-e őt az Isten szigetére. Pipitér meg erre azt mondta, hogy itt a kezem, csap belé, hercegem. És a herceg akkor hát csapott bele, hogy úgy szólt az, mint egy ágyú. S illaberek, nádakerek, úgy elfüstöltünk Kőváról, hogy a nyomunk sem maradt, nevetett a kis Apafi. Tamás azonban aggódva simogatta a homlokát. Félek, hercegem, hogy ebből baj lesz. Ha baj lesz, Ebecki uramnak lesz baj, miért nem vigyázott rám jobban? Keresni találnak, keresni, keresik, de találni nem találják, szólt közbe Pipitér. Hol leszünk mi már akkor, mikor a fejedelem megtudja, hogy a herceg úrfi elveszett? Ugyan hol leszünk? Hol ám, fiaim? Valahol Törökországban. Mert ezt még nem is tudjátok, hogy én eladtalak benneteket a töröknek a rongyosokkal együtt. Ádámka összeborzongott, a másik két fiú megvárta, mi lesz ebből. Pipitér alig tudott szólni, olyan nagy volt a nevethetnékje. Hát, amikor megléptem innen a szigetről, Sárvárnak vettem útamat, bementem Buzát uramhoz, azt kérdeztem tőle, venne gombát, mert annak nagyon bővűben vagyunk itt az Isten szigetén. Edd meg magad, vén koldus! Mordult őkelme vissza, csinálnék én te veled jobb vását is. Mi vását, vitéz kapitány uram, kérdeztem én. Miféle gyerekek azok, akiket a minapába itt úszkáltattál Sárvár alatt, kérdi ő. Bíz azok a senki gyerekei, mondom én. Hát azokat add el nekem, vén rongyházi. Ho-ho, mondom én, hát mit csinál azokkal, vitéz kapitány uram, öreg már kegyelmet dajkának. Nem a te eszedhez való az, mondja. Eladnám őket a törököknek, az nagyon szereti Inasznak, apródnak, ételfogónak, kuktának az eféle gyereknépet. Mindjárt jól járnánk, azt mondja. A gyerekeknek gyöngyéletük lenne, se embe bársonyba járnának. Kapnék értük szép summa aranyat, s a tied lenne annak a fele. Itt a kezem nem borjul át, mondom én erre. De ezt mondja, tán egy negyedével is beérnéd az aranyoknak. Azt se bánom, mondok én. Hátán 10 arany is elég lenne. Jó, nekem az is, mondom én. Mit csinálnék én az aranyjal itt a bíbicek között? Na akkor, elég lesz neked egy ezüst 20-as is.
Mindjárt a markomba is nyomta, ellen nézzétek meg, ha nem hiszitek. Azzal megcsillantott a holdfényben egy olyan holmit, ami még sose fordult meg Isten szigetén. Pénz. Hát aztán mi lesz most, Pipitér? Kérdezték a gyerekek. Megmondom, úrfiak, de lépjenek közelebb. Nagyon csacska jószág ez a nád, viszont még kilocsogna, ha meghallaná, mit tervelünk. Mit súgtak, buktak, mit se? Mindegy az. Csak hogy a három gyerek tapsolt örömébe. Pipitér azonban lecsendesítette őket. Gyerünk aludni, még húnyhatunk, hogy 3 órát. Mire a fiastyúk lecsúszik odáig, ahol a máramarosi hegyek ködlenek, akkor nekünk ott fent kell lennünk, ahol a sárvári vár feketélik. Míg Pipitér ágyat vetette a fejedelem fiának a legpuhább mohából, Szitári Tamás fölnézett az égre. Megtalálta már azt a rajtóriát, amelyik fölvezet a Jóistenhez. Imádkozott.